Fű helyett gaz, stadion helyett betonszerkezet, foci csapat helyett felszámolási eljárás. Milyen most és milyen lehet? Avagy ma a Sziget-Szent Miklóson álló félkés stadiont mutatom be rendhagyó módon, melynek története az évtized elejére nyúlik vissza. Az építkezés rendre elkezdődött, majd az évek során elszámolási viták sorozata akasztotta meg. Még végül 2017 óta végleg félbe maradtak a munkálatok. Ingatlan ezen állapotáig 1,5 milliárd forintot emésztett fel, idén ősszel meghirdetve, viszont még 420 millióért sem akadt új gazdájára. Sajnálatos módon a sors fintora, hogy időközben a helyi foci csapat is megszűnt.